Smart óravilág kiagyalója Nicolas Hayek 1998-ban indította el a Mercedes-szel közösen a Smart kisautót, amelyik tulajdonképpen arra a filozófiára épült, amit a Smart óra képvisel, fiataloknak jópofa járművet akart csinálni, sokféle színben cserélhető elemekkel. Ez az alapvetően jó elképzelés mára teljesen megbukott, a nagyon szellemes műszerfal beltér a különleges hálóból kialakított helytakarékos ülésekkel már a múlté, helyette egy konvencionális autó született, de maradt az elv, a nagyon jó elv, a városi közlekedésben könnyen jól használható, kisméretű, kisparkoló helyet foglaló autó. És még egy óriási változás történt, ó, micsoda vérfertőzés, a kékvérű Mercedes-Benz a Renault-val közösen, egyebek mellett a Twingo motorját és sebességváltóját felhasználva fejlesztette az új Smartot. Az alap maradt, a Tridion biztonsági keret, erre tették fel a műanyag elemeket, amik ezen az autón már nem cserélhetők, mint a korábbi változaton. Nagyon egyszerű műanyagokat alkalmaz belül, viszonylag szűkösek a rakodási helyek, és majd látszani fog, hogy a carpitot sem szerencsésen választották meg. A színük sem jó, az anyaga sem, látszik, hogy az alig futott autón kopott, illetve koszos a carpit felülete. A felső része az ajtónak kemény műanyagból készül, és a korábban említett kárpit került fel a műszerfalra is, ami hihetetlenül tükröződik a szélvédő belső falán, nagyon-nagyon lerontva a kilátást. Maga a műszerfal lényegesen konzervatívabb lett, mint a korábbi változaté, és érdekes megemlíteni talán, hogy külön az az időóra, ami oldalt látható, majd később közelebbről is mutatom, nem kevesebb, mint 40 ezer forintba kerül, sokkal egyszerűbb lett volna és értelmesebb betenni a műszer egységbe, de így külön pénzt lehet érte kérni. Ha az ülésekre ránézünk, teljesen hagyományos, oda a régi NEC ülés, ami igen helytakarékos volt, jó pofa egyébként a multifunkcionális kormánykerék, sok minden szabályozható róla, csak egy síkba, sugárirányban állítható. Ha valami dicsérni lehet, akkor az a Renault motor, itt látható egyébként ez a fordulátszámmérő, amiről beszéltem az időórával, alul pedig azt is látni fogjuk, hogy vezetői térlésrák is van, tehát visszatérve a motorra, az ezres háromhengeres, hengerenkénti négyszelepes hihetetlenül jól végzi a dolgát, 71 lóerős, 6000-es fordulaton, 91 Nm a nyomatéka, ez 2850-en adja le. Alul egy picit nyomaték szegény, ehhez túl hosszú a második fokozat, de alapvetően csendesen, finoman, egy kicsit motorkerékpáros hangon húz. Jók a kezelőszervek, különösen dicséretre méltó a kormány, ugyan kicsit hosszú az áttétele, 3,5 fordulat ez a csöpséghez eléggé soknak számít, de érdekes módon a 8,95 méteres fordulási kört 6,95-re faragták le. Itt van egy érdekes dolog, hogy a kuplung pedál mellett alig fér el a láb, ha ki kéne osztani a legrosszabb pedálerendezés díját, ez az autó kapná meg. Tehát visszatérve, nagyon szűkre vették a fordulási kört, a korábbinak óriási hibája van, hogy hatalmas helyen fordult, most tényleg minimális helyszükséglet kell, szinte a hátsó tengelye körül meg tud fordulni az autó. Finomak a fékek, az első fékek tárcsák, a hátsók dobfékek, itt látszik, hogy rakodási hely sok nincsen, és még a fedelet is a kesztyűtartóhoz felárér adják. Néhány szót a paraméterekről, a 2695 mm-es teljes hossz a legnagyobb erénye egyébként az autónak a könnyű parkolás miatt, 820 kg a tömege, ezt a tömeget ez a motor 15,6 másodperc alatt gyorsítja fel 100-ra, hátul látszik, hogy az első ülések mögött vannak ilyen tartóhelyek, és a végsebesség 151 km/h. Itt látható a csomagtartó, két részben nyílik, külön az üveg és külön az alsó rész. Az autó méretéhez képest tisztességes, 260 liter
liter, illetve 350 literig bővíthető. Látni kell ezt a primitív megoldást, ezek a fülek rögzítik az alsó részét a csomagtartónak, ha valaki betolja a Gucci táskáját, azonnal darabokra hasítja, és még egy óriási hibája van, ha véletlenül valaki fordított sorrendben akarja becsukni az ajtókat, így ahogy mutatjuk, először az üveget, utána az alsó részt, és erősebben oda csapja, ripityára törheti az üveget. A fogyasztásról néhány szót, a gyári leírás szerint 5,6 a városi fogyasztása, 3,8 városon kívül, 4,5 a vegyes, a közelében nincsen a valóságban, a saját fogyasztásunkat mérve csak a városban 10,8 liter volt 100 kilométerenként, de még a saját kompjútere is 8,1 litert mutatott. Az autó fekvéséről érdemes tudni, hogy az első felfüggesztéseinek egy része a Mercedes C-osztályából jön, az alsó lengőkar, hátul pedig egy csatolt, hosszanti lengőkaros, spirálrugós megoldás van. A korábbihoz képest lényegesen kellemesebb lett a rugózás, ebben szerepe van annak is, hogy magasabb oldalfalú gumikat kapott. Itt látszik a motor, nem lehet közvetlenül hozzáférni, a csomagtér alatt fekszik, lecsavarozott lemez alatt. A felszereltség hihetetlenül gazdag, de a követési távolság hiányára fényjel-hanggal figyelmeztető rendszer hiányzik belőle, ezért sajnos külön 66 ezer forintot kérnek, pedig ez egy városi autónál alap lehetne. Itt látszik alulról egyébként a felfüggesztése, de vásárolható hozzá egyébként 80 km/h sebesség felett a kerekek fékezésével az oldalszelet kompenzáló rendszer is. Jár hozzá már sebességtartó automatikus, a szervókormány, légkondicionáló, távvezérelt központi zár, elektromos ablakemelés, tükörállítás és egy sereg egyéb dolog. De az árkiosztást jól jellemzi, hogy pusztán egy ambient hangulatvilágításért 40 ezer forintot kell fizetni. Hagyományos módon a gépháztetőt nem lehet kinyitni, ezzel a két fülecskével lehet felszabadítani és leemelni, akkor két gatyamadzagon lóg, mögötte van az akkumulátor például, a folyadékszinteket lehet ellenőrizni, izzót cserélni. Még egy dolog, amit majdnem elfelejtettünk, a hátsó széles oszlop miatt autóból olyan rosszul kilátni, mint a Smartból nem lehet, egyszerűen átlósan kinézni hátrafelé szinte lehetetlen. A Smart nem olcsó mulatság, sőt drága, ezért a falatka autóért 3.400.000 forintot kérnek. Az erősebb felszereltség, ami a tesztautó volt, eléri a 4.897.000 forintot, és ráadásul ezért még csak 2 éves garanciát adnak.